mai értéktárbizottsági ülésen 20 előterjesztés volt előttünk. A bizottság döntése alapján 9 újabb értékkel bővült a Veszprém megyei értéktár. 2013. decemberében első alkalommal születtek ilyen döntések, akkor 5 érték került be az elsők között, úgyhogy immár azt tudjuk mondani, hogy 14 olyan értéket tartunk nyilván, amelyről több közösség már azt gondolta, hogy ez értéknek számít, és Veszprém megyét jeleníti meg. A szellemi, gazdasági, illetve kulturális teljesítmények közül melyek vannak túlsúlyban? Azt lehet mondani, hogy egy nagyon változatos értéktár listát tudunk eddig magunkénak itt Veszprém megyében, és azt gondolom, hogy talán ez lesz majd a jellemző is. És ez azért külön öröm, mert nincs mögötte irányított sorsolás, tehát ahogy most már érkeznek a javaslatok, úgy születnek meg a döntések is. Ennek megfelelően az épített örökség, a természeti érték, egy híres ember életútja, egy hagyományteremtő közösség több évtizedes tevékenysége ugyanúgy megtalálható bent, mint néhány olyan csúcs teljesítmény, amely talán nem is köthető egy-egy kategóriához, hanem önmagában is ezt jeleníti meg. Gondolok itt a badacsonyi kéknyelűre, vagy a herendi porcelánra, vagy az ajka kristály termékeire. Ami nagyon fontos, hogy mi itt Veszprém megyében úgy döntöttünk, hogy csak akkor veszünk be bármit a megyei értéktárba, hogyha két dolgot látunk. Az egyik az, hogy ez nem egy adminisztratív eljárás eredménye, hanem úgy gondoljuk, hogy e érték mögött egy közösség áll, amely a későbbiek során is képviselni fogja ezt az értéket, és végigkíséri ennek az útját. A másik pedig az, hogy azt szeretnénk minden egyes esetben látni, hogy ez nem csupán egy embernek fontos, nem egy ember találta ki, hogy annak a dolognak ott kellene lenni a Veszprém megyei értéktárban, hanem azt látjuk, hogy ez minden szempontból megalapozott. Éppen ezért egyébként ragaszkodunk ahhoz az együttműködő hálózathoz is, amelyet kiépített a bizottság a működése mögött, és nem hozunk döntést anélkül, hogy ne ismernénk meg ezeket a szakértői véleményeket. Melyiket gondolja a legkülönlegesebbnek? Hát, nekem Veszprém megyeiként egyik sem különleges. Azt gondolom, hogy most elsősorban olyan dolgok jönnek elő, amelyek egy-egy település meghatározói, és egy település esetében túlmutat annak az értéknek a hatása. Én persze néhány dologról gondolok mást, de abban bízom, hogyha valóban kiteljesedik ez a mozgalom Veszprém megyében, amelynek most már látható jó néhány nyoma, akkor jönnek elő olyan értékek, amelyek különlegességet jelentenek, és még engem is meglepnek, meg mindenkit meglepnek, aki azt gondolta Veszprém megyeiként, hogy minden megyei értéket ismer. Nekem volt szerencsém tavaly év végén jó néhány települést végigjárni egy konferencia sorozat eredményeként, na ott voltak meglepetések az én számomra is, hiszen jó néhány olyan dolog került elő, amely dolgot egyébként én nem ahhoz a településhez, vagy nem csak ahhoz a településhez kötöttem volna, de ennek a mozgalomnak a hatására bukkannak elő ezek az értékek, és ez a legnagyobb hozadéka egyébként ennek. Vannak elhanyagolt értékeink is? Vannak, rengeteg ilyen érték van. Amikor elindítottuk a Hungarikum mozgalmat, akkor jó néhányan azt javasolták, hogy ne csak a pozitív értékeket, hanem a negatív értékeket is gyűjtsük össze. Én mindig azt mondtam, hogy ezt annak kell összegyűjtenie, aki azt gondolja, hogy ezzel dicsekedni kell. Szerintem nem kell vele dicsekedni, ez inkább egy ilyen figyelemfelhívás, hogy bizony jó néhány olyan értékünk van, amely nem megfelelő gazda kezében volt, vagy van jelen pillanatban, de én bízom abban, hogy minden egyes ilyen érték mögé egy-egy közösség felzárkózik, amely azt tűzi ki feladatául, hogy megváltoztatja annak a környezetét, valóban pozitív értékekkel öltözteti fel, és akkor indulhat a versenyen a megyei értéktárba kerülésre.